a közeledő felsőoktatási jelentkezési határidőig, a Gál Ferenc Egyetem Békés Csabai karán az utolsó napokat is megragadják a továbbtanulást fontolgatók tájékoztatására. A hétfői nyílt napon érezhetően fokozott volt az érdeklődés, az érettségi előtt álló diákok mellett többen már a munkavilágából érkeztek. Nyári Csaba DK-helyettes kiemelte, a résztvevők többsége már tudja, hogy a Békés Csabai karon szeretne tovább tanulni. A felnőtt oktatás számára, vagy a felnőttek számára, hogy ez a nappali oktatással szemben, hogy a levelezés oktatás az, ami ugye kedvezőbb lehet. Talán azért is, mert akkor itt nem napi rendszerességgel kell ugye hétről hétre bejárniuk, hanem ilyen tömbösített időszakok vannak. Nagyjából egy fél évben azt lehet mondani, hogy 6 alkalommal van, ilyen csütörtök délutántól és szombat délelőttig tartnak számukra az órák. És ugye ez előnyös lehet számukra, hogy ha valaki ugye dolgozik, akkor gyakorlatilag ilyen szabadság szempontjából ezen 6 tömbhöz kapcsolódóan szükséges szabadságot kivennie, illetőleg ugye gyakorlatilag ezért fontos az, hogy támogassa ugye a munkaadója is ezeket a munkavállalókat, hiszen nem csak be kell járni órára, hanem ezekre fel is kell tudni készülniük. És ugye majd vizsgálódőszakban vizsgázniuk is kell, tehát ott is fontos legyen az, hogy számukra megfelelőt tudjanak biztosítani ahhoz, hogy sikeresen tudjanak majd vizsgálódőszakban vizsgázni. Hosszú és rögös út vezet a diploma megszerzéséhez bármelyik felsőoktatási intézményben, így a Békés Csabai karon is, fogalmazott Nyári Csaba. Fontos, hogy még a jelentkezési lapok beadása előtt tisztában legyenek az érdeklődők a képzés valamennyi részletével. A nyílt napok a személyes beszélgetésekre, kérdésfeltevésekre is alkalmat adnak. Mindenképpen szükség az, hogy ők ugye itt a jelenben ugye tanuljanak. Például a nappalis hallgatóknál is ugye fontos volt az, hogy ösztöndíj. Tehát eleve az államnak finanszírozott helyekre hogyan lehet bekerülni. Hát látható volt az, hogy a jó tanulmány eredménye van az illetőnek, akkor jóval könnyebb úgymond államnak finanszírozott helyre bekerülnie, és ugye ott bennmaradni is szükséges az, hogy az illető tanuljon, és ugye a jó tanulmány eredményt érjen el, hiszen itt is szembesülhet az illető azzal, hogyha nem hozza az átlagot, hogy ugye elvárt tőle mondjuk az állam, akkor kiébredt be az állami finanszírozott helyből, és akkor neki ugyanúgy saját zsebbe nyúlóan kell majd fizetni a költségeket. Az utolsó nyílt nappal párhuzamosan hallgatói fórum is zajlott a gazdasági karon, és a szorgalmi időszak is megkezdődött már. Akik részt vettek a hétfői programon, bepillantást kaphattak a Békés Csabai kampuszon folyó pezsgő egyetemi életbe.